Megszületett a döntés. Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország hozzáférhet a források nagyjából egyharmadához az unió 7 éves költségvetéséből. Ez azt jelenti, hogy 10 milliárd 200 millió eurót szabadítanak fel. Ezeket a pénzeket Magyarország azért nem kaphatta meg eddig, mert a bizottság szerint a magyar igazságszolgáltatási rendszer nem felelt meg az unió demokratikus alapelveinek. A magyar parlament azonban kedden elfogadta az igazságügyi reformot, az megjelent a magyar közlönyben is, ami alapján a bizottság jóváhagyta a pénzek kifizetését. Köszöntöm a stúdióban egyrészt Bakaev Zoltán, gazdasági újságíró, másrészt Pásztor Szabolcsot, aki az Ökonomusz Gazdasági Kutató Alapítvány vezető kutatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nos, az a kérdés, hogy vajon az a Skype interjú, amely Lattmann Tamással most készül, csak hogy ráhangolódjunk a következő pár percre, és köszöntöm is Lattmann Tamást, az vajon választ ad-e arra a kérdésre, hogy a magyar kormánynak az Európai Bizottság felé mutatott tárgyalási technikája, amely hol összekapcsolja az Ukrajnával való konfliktust az uniós pénzekkel, az végül is eredményre vezetette, és ez minek köszönhető a működés szempontjából, milyen sajátságoknak? Jó reggelt kívánok! Ugye, amit biztosan látunk, az az, hogy ez a fajta tárgyalási technika, meg ezt tudjuk a történelemből is, ez jellemzően szokott működni. Tehát a külpolitika az gyakran nem más, mint adok-kapok, kölcsönösen biztosított előnyök és hátrányok rendszere. Egy világos volt, hogy bizonyos mértékig, amennyiben csak a bizottság a tárgyaló partner, akkor itt valami eredményt előbb-utóbb el lehet érni. Azt is lehetett tudni, hogy ennek a pénzösszegnek a tekintetében, amiről most döntés született tegnap, ebben előbb-utóbb valamiféle döntés születni fog, és ebben a kormány miközben egy nagyon harcos kommunikációt folytatott hazafelé, közben folyamatosan próbált megfelelni az elvárásoknak, ha úgy tetszik, mondhatjuk, hogy csak elkezdett úgy táncolni, ahogy Brüsszel fütyülte. Tehát igazából várható volt, hogy egy megállapodás lesz azon a területen, hogy ez mennyire jár azzal, hogy az Ukrajnával kapcsolatos pénzek tekintetében alkuképesebbé vált a magyar kormány. Na, azt majd ma és holnap az uniós csúcson történtek fényében tudjuk megállapítani. Ugye ez csak látszólagos úgy táncolás, mintha Brüsszel fütyülne, hiszen a technikai szintű szakértők jelzik azt, és ezért jó, hogy önnel beszélgetek, mert tulajdonképpen az igazságügyi reform azon részéről van szó, amely az unióhoz, az unió bíróságához való fordulásnak a jogát jelenti egy bíró számára, ami rendkívül fontos, ugye a magyar harmonizáció szempontjából, de megjegyzik a technikai szakértők, hogy tulajdonképpen az új szuverenitásvédelmi hivatal gyakorlatilag egy bíróval szemben is eljárhat akkor, hogyha az Alkotmánybíróság megítélése szerint az unió bíróságához, Luxemburghoz való fordulás szerinte a szuverenitás szempontjából aggályos. Igen, most a szuverenitásvédelmi törvényt én azért hoznám ide csak nagyon óvatosan, mert ugye az egész folyamatban, ami az elmúlt hónapokban lezajlott, és aminek eredményeképpen a bizottság most úgy döntött, ahogy ebben a szuverenitásvédelmi törvénnyel, meg a szuverenitásvédelmi hivatallal egyáltalán nem foglalkoztak. Tehát ez egy új eleme a rendszernek, ami szerintem további kérdéseket fog megnyitni, de ezeket a kérdéseket most még ebben az értékelési folyamatban a bizottság szerintem azért nem vette elő egyáltalán, mert nagyon utolsó pillanatban érkezett rá. Jó ütemben. Jó ütemben. Igen, tehát maga a bizottság ezt szerintem nem akarta most megnyitni, de ami nagyon fontos, ezt tudni kell most, aki örül annak, hogy tegnap ilyen döntés született, örüljön neki nyugodtan, de azt világosan látni kell, és ezt a bizottság közleménye is kimondta, hogy még ezeknek a pénzeknek a tekintetében is bármikor ott van a felfüggesztés lehetősége, csak mondjuk a kondicionalitási eljárás keretében. Ez most a bizottság saját felfüggesztései voltak saját jogon, ezt most a bizottság saját jogon elengedte, de a kondicionalitási eljárás, tehát az úgynevezett új jogállamisági eljárás folyamatosan ott van ezek fölött, a pénzek fölött is. Tehát, hogy a kormány megpróbál valamiféle visszaéléseket csinálni a következő hónapokban,
akkor ugyanúgy ezek a pénzek föl lesznek függesztve, mint ahogy eddig föl voltak, csak más módokon. Nagyon jó, hogy ezt a szakmai észrevételt tettem, majd folytatjuk ezt a vonalat is a szakértőkkel. Csak hadd kérdezzek vissza, mert Vera Jurová viszont érintette a tegnapi sajtótájékoztatóján, ugye az igazságügyért felelős biztos, érintette ezt a kérdést, és azt mondta, hogy az Európai Unió kidolgozott egy úgynevezett átláthatósági demokrácia csomagot a tagállamok részére. És ez azért van, mondja, mert hogy az olyan kísérleteket, amelyek a tagállami szuverenitásra hivatkoznak, ezeket le tudja verni, ha sérül a demokrácia. Tehát ők észrevették azt, hogy itt van egy újabb fenyegetettség. Na most ez a csomag, amiről Jourová biztos asszony beszélt, ez egy kicsit más történet, az Európai Unió részéről egy új kísérlet, egy új jogalkotási eljárás, mert egy új intézmény lehetőségének a felállításáról van szó. Meglátjuk, hogy ennek milyen hatása van. Én nem lennék ennyire optimista, mint amennyire a biztos asszony annak mutatja magán. Nyilván ez egyfajta ilyen hivatali optimizmus az ő részéről, hogy na majd ez nagyon jó lesz. Neki muszáj ezt mondania. Meglátjuk, hogy ennek az új eljárásnak, vagy új jogalkotási munkának az eredményeképpen milyen lehetőségek nyílnak meg. Én azt gondolom, hogy ez egyről az ő részéről is egy ilyen kötszurkálás egy kicsit. Amit biztosan tudunk, az az, hogy a mostani szabályok, a mostani eljárások alapján is az Európai Unió nem engedte el teljes mértékben a kontrollt ezek fölött, a pénzek fölött. Ami pedig a szuverenitást illeti, de maga az Európai Unió nem más, mint egy a szuverén tagállamok által átadott hatáskörökkel működő nemzetközi szervezet. Tehát ennek keretében a szuverenitás védelem, mint olyan, az a magyar kormányzat oldaláról is nehezen értelmezhető, az Európai Bizottság, meg az Európai Unió oldaláról meg pláne nehezen értelmezhető. Tehát arra én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben az átláthatósági vagy átlátszó csomag alapján ezt hogyan fogja majd maga az Európai Unió értelmezni. Szerintem ez sokkal inkább egy politikai kommunikációs játék az ő részükről is. Lattmann Tamásnak köszönöm a gyors értékelést. Köszönöm. És akkor folytatjuk ezen a vonalon, hogy tulajdonképpen a külső szem számára egy jó stratégia volt, amit a magyar kormány képviselt ebben az ügyben. Hát, végig cáfolta az árukapcsolást, mégis elismerte a brüsszeli szakértők többsége, hogy nem tudnak nem engedni ebben a helyzetben. Igazából egy közgazdász annyit lát, hogy ahogy a Skype-os interjúban is elhangzott, egy adok-kapok, ütésváltás van, és ez azért gazdasági szempontból nem egészen jó, hiszen az történik, hogy tervezett pénzek nem érkeznek meg egy gazdaságba. Tudjuk, hogy ezek az EU-s források egy része visszaáramlik a feladóhoz, ez mozgatja a gazdaságot, és nyugodtan mondhatjuk, hogy az, hogy ilyen politikai viták vannak most, vagyis már egy jó ideje politikai viták, ennek sajnos negatív gazdasági lenyomata van, úgymond a feladóra is, meg a pénzeket fogadóra is, és összességében nincsen jó üzenete a gazdasági szereplők számára. Közben a jó üzenet az pont most jön, hiszen a forint árfolyamán látjuk, hogy mit jelent az, hogyha kedvező hírek jönnek. Hát részben ezt látjuk, részben meg azt, hogy az amerikai Fed elnöke, az ottani jegybank szerepét betöltő pénzintézete elnöke, vagy intézmény elnöke jelezte, hogy jövőre kamatcsökkentés várható az Egyesült Államokban, tehát ez is megtámogatta a forint árfolyamát. Amellett persze, hogy önmagában ez a befektetők számára egy fontos és jó hír, hogy a megállapodás eljutott addig a fázisuk, hogy ténylegesen elindulnak a támogatások, vagy elindul a támogatások folyósítása. Bocsát, és még egy momentum van, ez az EK, Európai Központi Bank hét második felére várható valamilyen döntés, ami még az árfolyamat befolyásol. Meglátjuk, hogy mennyiben igazodik az amerikai folyamatokhoz, azért nem kizárt, hogy más pályát fog járni továbbra is az ECB. Ugye igazából a kérdésed lényege, ahogy voltam, arról szól, hogy ez siker, vagy tekinthető-e sikernek az, hogy idáig eljutott a magyar kormány. Azt hiszem, ez egy fél siker. Annyiban mindenképpen siker, hogy sokan arra számítottak, hogy az uniós parlamenti választások előtt ide már egy fillér nem fog beérkezni. Ehhez képest most ott tartunk, hogy jövő év elején ténylegesen elindulhatnak a folyósítások. Annyiban viszont kudarc, hogy most már az új 7 éves uniós költségvetési ciklusnak 21-27-ről beszélünk, lassan az első harmadának a végéhez érünk, és még mindig egy peták sem jutott el hozzánk. Úgyhogy szerintem itt a félig teli vagy félig üres pohár esete van. Hadd kérdezzem meg, hogy minden társadalmi csoport most bejelentkezik a pénzügyi
pénzekért az önkormányzatok. Ugye most majd lesz egy beszélgetésem Nagy Erzsébettel, a pedagógusok demokratikus szakszervezetétől, tehát látjuk azt, hogy ez egy picit fellélegezteti az egész érdekegyeztető folyamatot. Meg egyébként még annyit tennék az előző megjegyzéshez hozzá, hogy a pénznek időértéke van. Tehát nyilván az, hogyha később érkeznek meg bizonyos összegek, az nem ugyanaz, mint hogyha időben megérkeztek volna azok. De egyébként a kérdése visszatérve, tehát hogy valóban, hogy lendületet, dinamizmust adnak a megérkező pénzek nagyon sok szereplő számára, nagyon sok szektor számára, régóta várjuk tulajdonképpen ezeket, és nagyon fontos, hogy ezek a pénzek multiplikatív hatásúak. Tehát, hogy az egységnyi összeg az egységnél nagyobb dinamizmust generál, vagy növekedést generál, és ezért is feszítő az, hogy korábban nem érkeztek meg ezek az összegek politikai viták miatt. Plusz még a helyreállítási pénzek is befagytak. Itt érdemes valami tisztába tenni, ugye alapvetően ezek az uniós támogatások arra szolgálnak, hogy a fejlődő uniós tagországok felzárkózását segítse. Tehát amikor itt a kormány arról beszél, hogy például a tanárok béremelését is ebből akarják igazdálkodni, ez nem pont az a program, nem pont az a cél, amire ezek a pénzek egyébként szolgálnak alapvetően, ezek fejlesztésekre és beruházásokra vannak. És amikor azt mondja például Nagy Márton a minap, a gazdaságfejlesztési miniszter, hogy igazából mi meg vagyunk uniós pénzek nélkül is, hiszen a gazdaság enélkül is képes növekedni, abban van egy erős csúsztatás, mert valóban, hogyha az éves össztermékhez viszonyítjuk, éves GDP-hez viszonyítjuk ezt az egy évre jutó uniós támogatási összeget, akkor kb. 2%-nál vagyunk, nem tűnik nagynak. De hogyha az éves beruházásokat nézzük a nemzetgazdaság szintjén, akkor már ott vagyunk, hogy 10-15%-át fedezi az uniós támogatás ezeknek a beruházásoknak, az már tétel, az már látszik. Meg Nagy Márton ezt úgy mondta, hogy 3000 milliárdnyi működő tőke jön az országba. Hát szerinte az FDI, ez a működő tőke, ez egy az egyben ki tudja váltani az uniós pénzeket, de ennek teljesen más a természete. Értem. Az uniótól ingyen kapjuk ezt a pénzt felzárkóztatási programokra, a működő tőke mögött van mindig egy befektető, egy profitot innen kihordó vállalat, tehát teljesen más a két dolog természete. Nézzük azt, hogy a maradék, amit nem szabadított fel az Unió, azzal mi van, és milyen feltételekkel hívható le? Hát hallhattuk itt a bejelentkezésből, hogy továbbra is vizsgálni fogja a teljesítést, vagy a nem teljesítést az Európai Unió, szóval Damoklész kardja így majd lebeg, azt mondhatjuk, hogy a magyar kormány felett a pénzeknek a folyósítása. Én azt gondolom, hogy megindul majd a maradék rész folyósítása is természetesen. Én azt várom, hogy kérdőjelek továbbra is lesznek, vagy politikai ütésváltás továbbra is lesz majd. És én azt mondom, hogy tulajdonképpen az Európai Uniónak is érdeke, hogy ezek a kiosztott, ütemezett, felcímkézett pénzek majd megérkezzenek Magyarországra, mert tényleg azt érdemes látni, a politikai vitákon felül emelkedve, hogy ebből nem csak a fogadó ország profitál úgy egyébként, hanem nyilván az, aki tulajdonképpen ezt az összeget elutalja, vagy rendelkezésre bocsátja. És ez egy hosszú-hosszú évtizedek óta működő mechanizmus az Európai Unióban, és ha ez megakad, vagy azt láthatjuk, hogy ez nem működik politikai viták miatt, az senkinek nem jó. Ugye a választ erre most fogjuk megkapni a következő napokban, hogy tényleg sikerül-e összekapcsolni Ukrajna uniós csatlakoztatásával, illetve a költségvetési támogatásával ezt az alapkérdést. Orbán Viktor a minap azt mondta, hogy pénzügyi kérdéseket nem lehet összekeverni stratégiai kérdésekkel, mert azokból csak baj származik. Ehhez képest olyan klasszikusan társítja ezeket a kérdéseket a kormány, hogy ezt igazából egy Bloomberg interjúból derült az ki, hogy a magyar kormány hogy változott stratégiát. Ugye Orbán Balázs arról beszélt, hogy tulajdonképpen mégis hozzájárul Magyarország ahhoz, hogy Ukrajnának úgy utaljanak pénzt, hogy ilyen kétoldali megállapodásokat kössön az Európai Uniós tagállamokkal egyrészt. Másrészt ugye, mivel egyébként a vétónak értelme nem lett volna már, mert az Unió úgy alakítja át a döntéshozatalt, hogy kikerülje a magyar vétót, ezért tulajdonképpen már a zsarolási potenciál sem nagyon működött volna.
Itt még nem tartunk, még működik Magyarország vétója, és a legtisztában egyébként Orbán Viktor a nyáron Tusnádfürdőn vázolta, hogy mi is a magyar kormány stratégiája. Napirend, akkor már lehetett tudni, hogy napirendre fog kerülni Ukrajna ügyében az uniós költségvetés újratárgyalása, és ahogy fogalmazott, akkor tartani kell a zsákot. Tehát nyilvánvalóvá tette, hogy zsarolni fogja az Európai Uniót ebben. Sőt, a kérdésben. A Kossuth Rádióban 6-on, 30-án, amit már idéztem, ugye azt mondta, hogy fölmerült ez az 50 milliárdos összeg, és hogy tulajdonképpen hol a magyarok pénze, hanem Ukrajnában. Ugye? Ekkor igen, mondta igen, ezt igen. A az is egy igen, szép csúsztatás volt. Tehát a lényeg az, hogy az Unió, mint minden hatalmas intézményrendszer, bár eldönthet változtatásokat, de ennek a végrehajtása általában az egy lassabb folyamat, tehát az, hogy a Magyarországot hogyan lehet majd megkerülni az uniós döntéshozatalban, ez még egy előttünk álló. A kohéziós 22 milliárd az ugye azokra a programokra megy, amelyek a költségvetésből az EU költségvetéséből finanszírozódnak. A helyreállítási pénzekről kevesebb szó esik, erről a 10 milliárdról, amit már más tagállamok jól felhasználtak, Magyarország meg még előtte van. Na ezből a pénzből mi lehet? Hát ennek egy része azért most jön, olyan 920 millió euró, tehát egy előleget már kaptunk ebből a keretből is, ennek a hitelrészét is ugye végül megígérjük. Ami kell nekünk végül is. Végül is kell nekünk, tehát két igen. Évig azt mondtuk, hogy erre nincsen szükségünk, aztán most mégis kell nekünk. Hát itt ugye a további feltételek teljesítéséhez van kötve, hogy ez a kassa megnyíljon. Én azt gondolom, hogy végső soron olyan az össztámogatás, ami az Unióból érkezett, ez kb. 30 milliárd euró. Erre a 7 éves ciklusra, ebbe beleértem a helyreállítási alapot is, ennek körülbelül a kétharmadat azért el fogja érni az Orbán kormány. Kár érte egyébként már Magyarországot pont amiatt, hogy késlekednek ezek a helyreállítási pénzek egyértelműen, akik már megkapták, azok ezeket az összegeket úgymond beforgatták a gazdaságba, a helyreállításra fordították, úgyhogy... Tehát például a munkahelyteremtés, a vállalkozás... Igen, hát ugye nyilván ez a Covid utáni igen. Helyreállítása, újraállítása, vagy a gazdaság újra körülbelül. A magyar kormány elvégezte saját forrásból, ha jól értem, nem? Igen, igen, csak ugye itt jön az a képbe, hogy a pénznek időértéke van, és ezt fontos figyelembe venni, és hát ugye elindulnak bizonyos dinamizmusok, dinamikák, és abban az esetben, hogyha egy szereplő később kapja meg a bizonyos forrásokat, akkor hátrányba kerülhet azokkal szemben, akik már korábban elindították a helyreállítási programot. Ez most átbi lehet ezzel a pénzzel, ami majd a helyreállításra? Mindenféleképpen jót tesz, és minél hamarabb kapjuk meg ezeket az összegeket, annál komolyabb lehet ez a jótétemény, ez a dinamizáló hatás, erre ezt lehet mondani, meg természetesen jobb, mint a semmi, meg jobb, mint hogyha nem jönnének az összegek is. Nagyon köszönöm, uraim, hogy beszéltünk egy picit az uniós pénzek hátteréről, biztos, hogy nem utoljára.